Tolna megyében Lengyelen az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolában folyik mezőgazdasági gépészképzés. A magas színvonalú oktatás mellett kedvező ösztöndíjrendszerrel próbálnak kedvet csinálni a tanulóknak. Ezen a területen is nagy szakemberhiány van a különböző cégeknél. A dolgozók jelentős része nyugdíjhoz közeledik, és nincs helyükre utánpótlás. Tehát aki ebbe a képzésbe jön, és ezt szereti, becsülettel csinálja, az biztos, hogy nagyon jó elhelyezkedési lehetőségekkel fog bírni utána. A gépésztanulók az első évben havonta 16 000 forint ösztöndíjat kapnak, a második évtől pedig 100-170 ezer forintot, ami a nyári hónapokra is jár. Az elmúlt években jelentősen változott a szakképzés, próbálják minél vonzóbbá tenni a különböző szakmákat. Nálunk is a gyerekek nagyon jó lehetőségekkel szembesülnek, ha idejönnek. Az ágazati alapvizsga letétele után kikerülnek duális képzőhelyekre, különböző cégekhez, vállalkozásokhoz, és itt 100-170 ezer forint közötti ösztöndíjakat kapnak, tanulói munkaszerződést kötnek, ez az összeg ez a nyári hónapokra is jár, a szünetre is, és beszámít már a nyugdíjidőbe is. Tehát azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy igazándiból nem kell neki semmi plusz csinálni a 5-10 évvel ezelőttihez képest, csak becsületten iskolába járni és tanulni, és ezt a minimum 100 ezer forintos összeget kapják havonta. A lengyeli iskolában 3 és 5 éves képzésben részesülnek a diákok. A képzéseink 3 éves a sima mezőgazdasági gépészképzés, utána 17 évesen mehetnek és már vállalhatnak munkát. A technikusi képzés az 5 év, a negyedik év végén érettségiznek 3 tantárgyból, magyarból, matematikából és történelemből. Az 5. évben már csak a szakmai tárgyak, illetve az idegen nyelv marad nekik, akkor leteszik az idegen nyelvi érettségi vizsgát, illetve a technikusi vizsgát, és egybe megkapják a technikusi, illetve az érettségi bizonyítványt. Az iskola elvégzése után a leendő gépészek biztos állásra és magas jövedelemre számíthatnak. A jövedelem a mezőgazdasági gépészeknél a visszajelzések alapján ilyen nettó 300 ezer forinttól indul, de 1-2 év gyakorlattal meg, hogyha valaki ügyes, főleg szezonidőben 4-500 ezer forintos nettó keresetek sem ritkák. Az érdeklődés a gépészképzés iránt azt kell mondjam, hogy kimondottan nagy, és nagy örömünkre szolgál, hogy az utóbbi években a gépész technikusi képzés nagyon népszerű a gyerekek között, egyre többen jönnek hozzánk. Ide azért jobb tanulmányi eredmény kell, a technikusok már olyan technikákat kell, hogy tudjanak használni, amikhez azért megfelelő alapok és előképzettség kell. A legújabb sikerünk az a most szombati szántóverseny Kaposváron, például a technikus gyerekeink közül 3-an elhozták az érmeknek a felét, 2 kategóriába, egy első, egy második és egy harmadik helyet értek haza, tehát nagyon ügyesek, büszkék vagyunk rájuk. Reméljük, hogy a folytatás is hasonló lesz. Az iskolában jelenleg 100 diák tanul mezőgazdasági gépésznek, de az intézmény sokkal több gyereket is tudna képezni. Közel 100 gépész tanulónk van, de azt nézzük, hogy valamikor, mikor ide kerültem, 600-an is voltak, akkor azt mondhatom, hogy a kapacitás az a csillagoség. Tehát bármennyi jelentkező van, jöhetnek bátran. Mindenkinek megadjuk a lehetőséget, iskolánk elmondata, hogy mindenki tehetséges valamibe, úgyhogy ehhez is tartjuk magunkat, próbáljuk megkeresni tényleg azt, hogy ki miben jó, és ha valaki meg akarja ezt a képzést próbálni, akkor mi segítünk neki, hogy eléri a célját és bizonyítvánnyal távozzon tőlünk. De lássuk, hogy a leendő gépészek miért választották ezt a szakmát. Sok barátom mondta, és így igazából tetszik is ez a szakma, és ezt én ki akarom tanulni, és idővel ezzel akarok foglalkozni. Traktorozni fogok, hogyha valami baja van a gépnek, akkor megpróbálom megjavítani, mert ugye ez a munkám, hát lesz a munkám tényleg, kb. Ennyi. Vezetem a kombányt, szállítom a takarmányt, meg foglalkozok az állatokkal, hogyha úgy van. Gyerekkorom óta érdekel a mezőgazdaság, ugye apumnak is van egy kis gazdasága. És persze a diákok is tájékozódnak a leendő fizetésről. Tevelen én úgy tudom, hogy 700-at kerestek ebbe a hónapba, kb. 700 ezret. És télen? Kevesebben. Az Aponyi iskola jelmondata: minden ember tehetséges valamiben. Ez a szellem jellemzi Lengyelben az oktatást.